Another visitor. Stay a while. Stay forever. Hello, hello, üdvözletem, madamok és masszőrök, itt vagyunk az olajbarlangokban, ahol megtanultuk a csodálatos arcletépőnek, nem bocsánat, alakváltós isaknak a receptjét. Oh yes. Szerintem még fogunk itt találni dolgokat, én legalábbis nagyon remélem. Ó, oh, milyen cselesen elrejtett kis láda. Ha nem? De. Na, nem veszem észre, hogy ez esetleg titkos ajtó, de igen, észrevettem. Zsírvány. Milyen jó a hanghatások, figyelitek. Na jó, nézegessük. Identify, kezdek arra rászokni, hogy itt végzem el az Identify-t, meg ilyesmit, és aztán tovább küldöm annak a karakternek, aki leginkább használhatja. Átlag pálca. Átlag. Érdekes, ez az abszinenszet, ezt megtaláltam már néhányszor. Aha. Nagyon jó. Köszönöm. Napló. Jaj, de nem pick-up, hát elolvasni akartam. Épp az előbb magyarázgattam, hogy jaj, de mennyire szeretem ezt erre. Napló. Nem szeretem itt, nem szeretek itt lenni, nem szeretek itt lenni. Valami zümmög, valami ősi dolog. Valami, ami csattogó karmai járja körbe az érzékszerveim határait, és próbál bejutni. Ma egy világító kékfényt láttam, és beszélt hozzám. Hátrafordultam, hogy elmondjam a barátomnak, és ő se volt ott, csak ez a világító fény. És amikor sikítottam, akkor csak nevetett, és nevetett, és nevetett, olyan üres hangon, és annyira sötéten, hogy azt hittem, hogy ez a vég. Bár csak ez lenne a vég. Cuki? Aha, és ezt az Eteran találták meg, és elvitték Dallisnak, ami kellemetlenül hangzik. Oh yes, ott meg egy ásó. Bármi más. Nothing. Ja, bocs, itt egy ajtó van, és az csukva. És oké. Már így hátulról mentünk be. Már majdnem végig sétálták körbe a félvilágot. Időben rájuk szóltam. Mi van akkor, hogyha ifan... Azt mondja, a fegyverhez és a skillhez ad. És hogyha... Szóval, hogy közelebb megyek, és hogyha olajat veszek föl... 60-tól 63 földsebzés. Kíváncsi vagyok, hogy ez be is keni az ellenséget olajjal. És a vér pedig... Ah, itt írja is. 45-től 47 fizikai sebzéssel lesz nagyobb. Ami elvileg nem olyan rossz, mert 33-tól 35 fizikai sebzése már így is van. Nekem tetszik. Nekem tetszik. Oké, mik vannak még itt? Hullákok. Ez is egy ilyen memória device lesz szerintem. You recognize the design. The pedestal is from your own era. Az én koromból származik. It once supported something valamit tartott egyszer. This was the resting place of the Aetheran, until it was torn free and borne away.
amit elvittek. Ha ezt kereszted Dalis, akkor megtalálta a jutalmát. Ó, a fene egye meg. Nem örülök neki, hogy megtaláltak. Rendicsek. Over there, on the tables. Those are my people's tablets. Azok a népemnek a hát táblának mondja, de ilyen memória. The tablet is marked on all sides with eternal runic inscriptions. Aha. But they look like they were minden oldalán eternál rúnák vannak, de úgy néz ki, mintha megpróbálták volna vésővel feltörni a barbárokat. Vagy végsimítok a csontujjaim hegyével rajta, szemem magától becsukódik. Amit látok, az a semmi. Nagy, sötét és üres. Kinyúlok az érzékeimmel. You sense something ancient watching you. Valami ősi figyel engem. Úgy néz rám, mint egy börtönőr, aki egy eltévedt hangyát nézeget a padlón. From within the endless emptiness, a végtelen ürességből egy furcsán ismerős hang zümmög életre, és szólít meg. Godwoken, Fane. You sense an interest within the cold voice addressing you. Beyond the interest, felfedezni a hideg hangban. The racist hunger, a bottomless appetite that no sustenance could ever sate. Az érdeklődésen túl pedig agyarakat, fogakat érzékelek, hatalmas éhséget és egy feneketlen étvágyat, amit semmi nem tud fenntartani. Sohasem. Az életem végig megy előttem, tényleg valami komputer. Minden memória úgy csapong, mint egy éjjeli lepke szárnya a lámpán. Elérjük a jelent, és utána szétválik többféle ágká a jövőbe, lehetetlen figyelni mindre. Az elmém fáj is, ahogy próbálom fenntartani az iramot az intelligenciával, ami végignézi az összes lehetséges jövőt. Pusztulást és győzelmet látok minden egyes árnyékában a létezésnek között. És hirtelen vége. Ismét a sötétség, mint az induláskor. Örökké tartó sötétség és éjjel. Egy elektromos érzés eltolja az új hegyeimet a táblától. Living on the edge. Évek után is aktív. Na jó, ezekbe majd belenézek. Itt a másik tábla. Your fingertips burn so hot, it feels like annyira forró az érintése, mint hogy elolvadnának az új hegyeim. Sparking knowledge directly into your mind, as if you're reading. Az agyam váramlik az információ, mint hogyha az ujjaimmal olvasnék. Looking down at the tablet, you feel the words inscribed there etched into your very mouth. És a szemem a táblán egy feliratra esik, pont egy, egynek kell felemelkednie. You feel a connection pulsing from the stone. A tether stretching back. Érzem a kapcsolatot. Ezer évig nyúlik vissza. Nem hallok semmit, de érzem a sikításokat. Then your fingers grow cold to the bone. Aztán lehűlnek az ujjaim. Hirtelen egy ember vagyok, aki egy barlangban áll, aki úgy kapaszkodik egy ilyen kőtáblába, minthogyha ez lenne egy életmentő hajó. Érdekes. Na, körbe kutatok, megnézem, mit találok. Várjunk csak, azért még itt lehet, hogy lehet mászkálni. Nem, itt már csak a lefelé vezető út van. Vagy az erre felé vezető. Jó. Well, egy kicsit átcsoportosítottam a dolgokat. Ezt a pálcát kapta meg ő. Hát tulajdonképpen kicseréltem a két varázspálcát. Kettejük között ő hidrozófust kapott.
én meg ezt a ős Vandot. Na de mik vannak még itt? Ja, általános bizbasz. Ó! Oh. Igen. Jöhet. Oh, hello. Itt van. What is? Ó, köszi. Rendítsek. Alvó hely. Hopp, szerszámos láda. Gunba. Nagyon jók ezek az adattárolók, szeretem őket. És akkor azt hiszem, itt minden véglet nézve, hogy még egy kicsit körbe kolbászolok, hát ha találok valami rejtett cuccot eltemetve, ilyesmi jó nagy a viccem. Oké. Szétszedtem egy pár hullát. A kis költőpatkánnyal nem tudtam zöldágra vergődni, egyrészt mindig elszalad. Állj meg szépen. Adj! The little rat squeaks up at you in quick. Are you a poet? I write a rhyme in my spare time. It's about a bird. But I need a word. He eyes you shrewd. Not what I was. Nem, semmi nem jó neki. Na és ilyeneket lehet csinálni. Halott magiszter, flotty. Hát most speciál nem jött belőle, de ilyen a szíve a céljuknak, meg ilyesmiket lehet benne találni. Ilyen magiszterekre jellemző dolgokat. Nem, oda nem lehet menni. Akkor erre tovább, mert itt nem vár már rám semmiféle siker. Viszont gyanítom, hogy lesz valami nagy csata, mert jó nagy a helység is. Oké. Óvatosan. Még óvatosabban. Aha. Aha. Ó, Black Ring. Van Magister Knight, White Magister. És valami beléjük van költözve, hogy ilyen possessed. Permanens. Ahol nem lehet őket elcsármolni, megrémíteni, idegesíteni és a többi. Megőri. Oh. Ma elég közel jöttek ezek a viewing cone-ok. Uh-huh. Itt van egy valamilyen törékeny fal. Jó. Oké. Hát itt való igaz, hogy egy nagy csata várna ránk, úgyhogy menjünk a másik irányba. Hát, hogyha ott kicsit jobb pozícióba juthatok. Vagy ugye nem lehet visszajönni hozzá, és akkor meg azért érdekel. Ó, oh, és egy szorszot visszaszlürtjentek magamba. Éjjjj. Nem kell senkit sem megenni. Most már csirke is bátran mászkál. Akit papagájnak hívnak. Miért? Mert a bányában papagájok voltak. Hogyha túl nagy a sújtó légszázalék, akkor ő rosszul van. Jó.
Súnyoghatok még valamáshova, mint hogy itt jobb oldalt is láttam volna. Területet, de rosszul láttam. Ott lent meg már voltam. Na, akkor megkuksi, hogy mi van itt? XP, az van. Nézzük először a kisebb dolgokat. Drága kő és kő. Drága kő és kő. Nem víz. Ez valami elhagyatott társadalmi rész lehet. Drága kő és kő. Ez csak ennyi lesz. Arany. More eternal relics and more destruction. But if the other worked, több eternális tárgy. There is a chance. És még több pusztítás, de ha másik működött, akkor lehet, hogy van egy esély. Ezt nem tudom, mire érti annyira. Ah, igen, érje konkrétan. Nézzük, ő mit csinál. Before you lies the hulking broken ruins of eternal technology. Ismét egy összetört eternális technológia. Ismerős, de ilyen hosszú idő múlva, amennyi nekem eltelt, ugye, a kis sírkamrámban eléggé idegennek is érzedik. Despite the damage, you can make out the faint pulse of esoteric energy. A pulse that quickens as you approach. Érzek egy halvány pulzust ezoterikus energiából benne, ami felgyorsul, ahogy közelebb érek. Ez olyan lehet, mint a Galaxis Utikalusban az ajtó. Örül annak, hogyha kinyitják, ez meg örül annak, hogyha használjuk, rárakom a tenyerem. As your palms press into the warm stone, you feel the depths of your being crack open. Követ megérintem. Your power flows from you into the relic. Érzem, hogy a belsőm feltárul. Az erőm belefolyik a relikbe, és vissza is folyik egy új erővel. Na, mi lehet ez? Addig forrósodik, amíg túl meleg már a megérintéshez. Leveszem a kezem és hátra lépem. Eternal armor could be very useful. Very useful indeed. Armor of the Eternals. Vad. És ez most vajon púfer? Hát nem tárgy. Nézzük, milyen púfer ez az Armor of the Eternals. De így se látom. Hát akkor meg hun vagy. Akkor lehet, hogy ez valami komponens lenne? Azt mondja, Armor of the Eternals. Csirkecomb mehet a Beastnek. Találtam meg Gunbart. Szép nagy keretet keresek. Ó, de sok kövem jött már össze. Na, ilyeneket lehet a magiszterekből kiszedni. Engedelmesség. Meg a többi az nem látszik, csirkeláb. Várjuk, miért van itt? Ja, hogy ez sharp rock, nem csak sima rock. Van a metál, meg az éles metál. Ez se kell. Számomra mérgező, kapja meg a beast. Törött üveg, óriás gyémánt, poison cloud gránát. Na, azzal majd szöröznöm kell. Ezt is szörnyből szedtem ki. Papírus. Öv. Eternális plét. Festék. Nyíl. Van ez? Igen, ezt is azért most szedtem ki. De hol van ez az Eternál? Armor of the Eternals. Lehet, hogy ilyen? Nem. Hol lehet ez az Armor of the Eternals? Jó kérdés. Mágikus bizbasz? Nem, ez a fogyasztható bizbasz, bocsánat. Split.
Fénak szoktak problémái lenni az életerővel. Mi lehet ez az Armor of the Eternals? Sehol nem látom. Eternal plate-et az asztalról vettem föl, úgyhogy az se lehet az. Itt? Nem, itt csak az ősi lámpás van. Meg a piramisok. Nem tudom, hol lehet az Armor of the Eternals. Esetre egy autoszortot küldök neki. Az összehúzza a stack-eket. Nem tudom, mi ez az Armor of the Eternals. Itt se jelent meg semmi új. Itt se. Itt se. Nézzük, és hogyha Last Picked Up szerint sortolok, ami nem működik mindig. Notebookom, szerintem ez volt nálam először. Jó. Hát én nem látok sehol se Armor of the Eternals-t. Ami fura. Méreggránát a törpénél van. Jó. Hát itt nem láttam semmi titkos bügyőt. Nem tudom, miért verik szét az artifacteket, tehát nem lenne nekik jobb, hogyha nem szétvernék, hanem... Mondjuk hasznosítanák, lehet, hogy nem képesek elolvasni, és számukra csak ilyen kővacak az egész. Jó, inventory. És ő, és... Gyertek a kékhez. Ezt nagyon szeretem, hogy ez így működik, meg még le is lehet tenni őket elvileg. Rendítsek, kukkantok egy mapot. Hát ha valahova még nem mentem el, itt végigpattogtam. Itt is voltam szerintem. Nem. Hát csak is itt lehet bejönni. Illetve erre van. Ja. Oké. Arra is voltam elvileg, arra is. Jó, ez mi? Hát ó, ez mi, B? Hogy néz ki? Nézzük csak, itt lesz a falon túl, erre fölfelé. Azt a leborult! Fuha! Ott vár ránk valami komolyságos dolog. Na de akkor fájt, ahogy a Cure együttes is mondja, utána pedig lootolás fog következni. És itt fönt elég jó dolgunk van, amíg nem teleportálnak innen le minket, persze. Ja, hello. Zsink. Jó. Ide gyűvök. És harcoljunk. Gyertek. Gyertek, gyerekek. Törpe ide jön, hogy lehetőleg ne tudjanak följönni. Ezek ilyen nyugisak? Mindenki gyűjjön ide. Nem találtunk semmit, madam. Szabotőr volt és megfizetett mindenért. No, madam. I'll get a replacement here right away. Aha, szerzek egy helyettesítőt. Hát jó. Szerezzél.
Opp! Már megint egyel kevesebb szorszom van, bocsánat. Látszik, ők nagyon nem törődnek velünk. Abban az esetben viszont várjunk csak. Várjunk csak. Jó. Sogy ide utazunk. Beszüpürtjülök egy szorszot, és most vissza. Jó, ismét itt vagyok. Fogy. Nem, a törpe ne hátulra álljon, hogyha lehet. A törpe álljon előre. Oda. Szerintem eddig se tudtunk velük beszélgetni. Ezután sem lesz célra vezető az, hogyha dumálunk. Do you want to meet the same end as he did? No, 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 madam. I'll get a replacement here right away. Teleportáljuk őt. Ide. Oh, on your guard. There's someone out there. Super. És ők kezdenek nagyon durva. Jó, kaptam egy találatot. Ki kezd? Mint rendesen én, azaz Fény. Mindenképpen szükségem van egy ilyenre, hogy őket nem tartsa. Szuper. Ó, és lejött az egész fizikai védelme, ami nagyon jó. Na nézzük, ő mit nem szeret. Hát főleg a levegőt és a földet, de a legnagyobb gyengé a fizikai sebzése, ahogy látom. Úgyhogy szerintem én akkor járok jól, hogyha ide még egy szörnyet is lerakok. Mondjuk így. Na, nem tudom elkapni őt. Őt akarnám megütni, csak annyira beleállok a szájába. Ez az. Ham! Még egy ham. Jó, elkezdett vérezni. Nagyon jó, támadjátok a kreatúráimat, köszönöm. Nos, neki a fizikai sebzése lenullázódott, illetve a fizikai védelme lenullázódott. Kap egy kokinyilat, vagy... Ki van még hátra? Ő melyik lehet vajon? Magiszter lovag. Ő az. Neked is kijár a kokinyíl. Érdemes figyelni itt fölül, hogy biztos jóra célzol el. Jó van, ugráljál. De úgyse zavarsz annyira, ham mellé. Jó, törpe! Itt a törpe. Azon filózok, hogy a törpének ki is leltetem a körét. Hogy jöjjenek. Hadd törődjenek a pókommal. És akkor most, hogy ki is leltettem a törpöt, szépen rátoljuk a mindenkire ható páncélregenerálódásokat, mert az jó. Szuper. És... hát, neki mágia ellenállása van még. Szerintem csináljuk azt, hogy ők itt ilyen nagyszerűen. Ha így nincsen benne, a pókény már benne van. Hopp! Nagyon jó, és ők nem fognak mozogni se. Hoppá, ott van még egy ijász. Silent Venture, oda jön hozzánk, és... nyilaz, mint az állat, jól van. Nyilazgassál, baby! Na, itt a törpe! Mit csináljunk a törpével? Olyan sok jó dolog van. Nézzük,
Ez egy böcs. Vigyenek a lángok. Utána pedig egy blitz attak. Ami így lesz. Szuper. És még mindig van egy pontom. Hát túl sok a mágikus képessége. Too much. Legyen az. Ő hogy van? Ő elég jól van. Legyen az, hogy őt is leküldöm ide. Cső. Hová lőjél? Loznak vissza kell állítanom. A fizikai páncélt. Ezt vajon csak magamra tudom csinálni? Igen, úgy tűnik, hogy ezt csak magamra tudom csinálni. Legyen ide is egy ilyen őr. Kizavar igazán. Ilyes csak két pontos? Tentakol lass, physical damage. Touch. Jó, most kicsit jobban kezelem a dolgokat, de tényleg csak egy hangyányét. Jó, a tornyaimat szedte le, szuper. Nézzük, fizikai páncél, fizikai páncél, nem igazán tudok lószra fizikai páncél tenni. Ellenberger, egy íjás csontváz, az tuti jól fog jönni. Mondjuk ide teszem. És akkor egy gyógyítás lózra. Szuper. És még egy buzdítás is. Nagyon szuper. És akkor itt van a Skeleton Archer. Skeleton Archer! Milyen jó nekünk, hogy van Skeleton Archerünk, nem? Mark. Ricochet. Next target. Nem okvetlő ellenség. Jó. Nézzük ezt a bárást. Varázs. Cool. És én mindig tud íjazni, illetve íjazni már nem. Glossamer Tactical Retreat. Ne a puk ne legyen benne, hogyha lehet. Legyen így. Behálóztam őket, ő harap egyet. Nem sikerült. Megint nem sikerült, ez öröm. Bodottág. Na és akkor itt a törpe. Nézzük csak neki, fizikai cucca már nincs nagyon. Próbáljuk meg ellátni a baját. Target is blocked. Miért? Bizonyára. Akkor szerintem lemegyek és játszódok egyet velük. Jó? Nagyszerű, mindenki kigyulladt, szuper. Jó, egy ilyen ignition tolok. Nagyon jó, minden ég. Szuper, ott és minden lángol. Nagyszerű. Zseniális, oké?
Ó, és még egy szupernovát is tudok csinálni. Abban mondjuk benne vannak a többiek sajnos. Szerintem legyen egy egyszerű... ilyen megint. Minél több célpontot kell biztosítani. Jó, varázslónő. Visszahozza a fizikai páncélját, szuper. Fogja a veaponizált monkot, szerencsétlenkémet. Na, dobjuk le valahol. Biztos elég rossz lesz neki. És ott meg tudom menni. Szuper. Jó van, üssétek a pókot szaporán. Pók is üt szaporán benneteket. Hami! Véged. Hami! Nem Hami! Hát messze van, bakker. Nem baj, akkor felzabálja a hullát és erősebb lesz, ez az. Most mindig van egy pontja. Két api. Egy arrébb megyek a törpétől. Támadnak rá, borzasztó. A törpe is támad. Nagyon jó, még egyel kevesebb. És itt van a jó öreg fény, akit mindenki úgy szeret. Sincs. És mit tudnék még csinálni? Még egy páncél helyreállítást tolok. Varázslónő gondban ne legyen. Oké. És még van egy pontom. Hát, senki nincsen lesérülve. A törpénk hogy van? Nagyon jól. Abszolút jól érzi magát. Nem létezik az, hogy nem csinálok semmit. A Pressure Spike-ot még sose próbáltam ki. Őt lőtte meg? Miért? Felszabadult az irányításáról, lehetséges. Felszabadult. Hát sajnos most már nem lehet vele beszélni, de hát ez van. Valószínűleg egyébként se lehetett volna. Szegényként most szabadult fel a kontroll alól. Meet your maker. Jó, most már csak ő van ott. Ja nem, ő is meghalt. Ő is meghalt. Akkor neki szaladok, futj! És bár a barátunk... fejbe ütögetem, tessék. Még mindig van egy pontom, akkor még kapsz 3 tűztört. Ami annyira nem hatott rá, de nem baj. Nem akarok lesétálni oda. Még egyet. És a csontváz ijjelz. Szuper. Győzdelem. Jó kis beszélgetés volt.
érdekes, de jobban szeretem a dolgokat, amik képességet is adnak, vagy skillt. Frankó. Na nézzük, körbe kukkangatok. Ó, figyelitek, itt találtam egy könyvet. Valami ember Zafir Emeralddal kell újraindítani az olaj hordógyártógépet. És még egy garnet is le van rajzolva, ami ki van keresztezve. Guess I know what I need to do now. Tényleg? Annak nagyon örülök, mert nekem fogalmam sincs róla. Igen, a hétisten meséje ezt fölvesz. Fegyverezett munk. Ártatlan emberek vannak itt kinyírkálódva. Szegénytje, hogy néz ki? Ilyet csinálni egy emberrel. Levágták a lábait. Felállni se tud rendesen. Nagyon durva. Na jó, ezen kívül csak ilyen varezbe való dolgokat találok, úgyhogy... Nézzük meg ezzel, mit lehet itt csinálni. 1141. Hogy is kell azt csinálni? Kontrollal. Bár... Lehet, hogy jobban tenném, hogyha a hordókat egy kicsit ide halmoznám, és akkor nem kell... Új hordókat kreálom. Oda is egy. Oda is egy. És akkor nézzük, hogy tábortüzet szeretek gyújtani. Nem túl óvatos exkaváció valóban. Simán meglövöm a falat. Mondjuk így is lejött belőle 100 hitpont, hogyha a hordót lövöm meg simán. Vagy mondjuk ezt. Nézzük. Nem, sajnos nem. Gondoltam, hogy éppen berobbantja a hordót, de nem. Oh, yes. És leomlott a fal. És itt vagyok ebben a teremben. Hoppá, hoppá. Nem ott vagyok, de mindjárt ott leszek. Igen, nem nagyon törődtek az óvatossággal, úgy érzem. Miközben... Aha, egy Eternal Vault. Nagyon jó tudni. A népen még érdegél valahol. Aha, ide felvezet egy lépcső itt valami gömbhöz. Jó. Az még ráér. Itt bármi, valami, akármi. Ó, és ezek a beaconök. Tudjátok, teljesen a Mass Effect-ben érzem magam. Andromeda, abban voltak ilyenek. Állati jó. Jó, és nagyon nem látok semmi cselesen elrejtett ládát, vagy ilyesmit. Ja, azt hittem, hogy ide jövök, és megnyomom az oszlopot, és de jó lesz. Mindenesetre érzékeli a jelenlétemet, begyulladt. Viszont nem lehet vele semmit se csinálni, akkor erre. Hát írtóra remélem, hogy a régi védelmi berendezések nem támadnak meg. Nem tudom, felismerik-e azt, hogy ilyen élő-halott formában is én voltak éppen Eternál vagyok. Itt semmi.
Nem látok semmi különös kapcsolót vagy ilyesmit. Figyel valaki? Határozottan nem. Hát akkor viszont erre tovább. After all this time, I never thought I'd walk our halls again. Aha, ilyen hosszú idő múlva végre ismét a csarnokainkban sétálhatok. Hello. Várjunk csak, itt zrüttyent valami. Lehet, hogy valami kinyílik, hogyha... Vagy ez csak valami robbanás, nem tudom. Hello. Eternális artifakt. Valamire biztos jó lesz. Ki ne tudná, mint én. Itt sincs semmi érdekes. Jó, akkor tovább föl. Nem mentek, mert hát fölvettem egy eternális artifaktet és kész. It is immaculate. There is no trace of the filth that has infected this world. Sehol nincs az a kósz, az a mocsok. Our shield speaks, Quercus. Prick up. Aha. Mondja, hogy csodálatos művészet, és talán, hogy még a nagy Akont is megelőzi. Itt van, hogy mondtak valamit. Igen. Nem. Uh-huh. Ez meg a korábbi egyel. Na nézzük. Egyébként tegnap rosszul mondtam, illetve az előző részben. Riker a Necromanta Sorcerer, aki a temetőben van, és bizony neki van szerződése a magányos farkasokkal, hogy minden Godwoken-t kinyírjon, úgyhogy lehet, hogy csak óvatosan kell haladnom az ajánlatával. Igen, egy templom van a Blackbeard alatt. Szerencsére ide még nem jutottak be. Aha, itt voltak az embereim talán, illetve a népem. Talán megtalálom a válaszokat a közelben. Aztán nézzük ezt. Úristen, ez egy purging device volt, amit itt talált. Ó, csinálja a zombikat tovább. Az Aeteran úgy látszik purging device volt. Nem örülök neki. Jó, itt bármi elrejtve cselesen nincs. Igen, és úgy látom működik. Működik az összes bigyó. A bigyók, az izék, és ahogy hívjákok, tökéletesen működnek. Próbálom végig szkennelni a falakat, hogy van-e valami, de nagyon nem látok semmit, jó? Hello! Egy csontváz. Akinél egy napló van. Aha! Itt kezdődik a története Wolfrumnak, a vezető archeológusnak. Arrus kapitány azt mondja, van itt valami, amit érdekes lehet kiesni ebben a furcsa barlangban. Felbéreltem egy rakás helyit ásókkal. Ők kitartanak amellett, hogy ez a barlang kísértet járta. De csodálatos, hogy hány szellemet tudsz elkergetni arany erszényekkel, nehéz aranyat tartalmazó erszényekkel. Ghostbusters. Csodálatos, sosem láttam még ilyen művészmi munkát. Egy sír volt ez, egy templom. Az oszlopok a héthez arra enged következtetni, hogy vallásos jelentősége volt.
több dolog van itt elrejtve a főtér mögött. A munkások morognak megint, de én tapasztalt vagyok az élőhalottakkal kapcsolatban. Hogyha a szellemük valódi lenne, akkor tudnám. Idióták! A munkások abban hisznek, hogy nyúlkálok az istenek dolgaiba, csak egy kis darabot, egy kis lepattintott részt vettem el az oszlopból. Valahogy le kellett tesztelnem. És most bezártak ide. Semmi nem maradt, mint megvizsgálnom az oszlopokat, és reménykedni abban, hogy visszatérnek. Szerencsétlen Ipse. Ő nem a magiszterekkel volt. Mind a hét hozzá van kötve egy elemhez, vagy tulajdonsághoz. Ralik a földé, Duna a levegőjé, Tyrkendrenus a véré, az az elf, Zortrissa a tűzhöz, gyíkok, Vrogir az izomhoz, hát nyilván ő a isten az orkoknak, Sateza az elméhez, igen, ő a Gremlinek istene, azt hiszem, vagy valami hasonló. Amada a mágiához. Hát ez a Dunát nem tudom pontosan, hogy ő minek az istene, de talán a... Ja nem, Ralik a törpök istene a földhöz. Bocsánat. Na most az emberek istenét nem tudom, hogy melyik ezek közül, de... Ralik, föld, Duna, levegő... Fisherwing, Santezza... Aha, nem hiszem, hogy egyedül vagyok. Hallottam egy hangot, amíg aludtam, de nem tudtam rendben kivenni. Halvány volt, mint hogy egy vízhang lenne. Itt van valódi, bármi is az valódi. Az őrök segítsenek. Ralik, Duna... Jó. What a way to die, down here in this darkness. Poor soul. Aha. Milyen dolog itt meghalni lent a sötétben, szegény lélek. Hát igen. Milyen jó hangja van a karakteremnek. Feljegyzésekbe beraktam. Igen. Jó. Igen, mágikusan el van zárva a templom. Még jó, hogy ilyen tudós lejött, Pillar of Relic. Pillar of Tirselendios. Jó, egy kis körbejárást megér a hely. Hát, ha találok valami ügyeset. Mert ugye mi lehet a sorrend? Pillar of Amadia. Nem tudok hozzáérni semmihez, aktiválni, felfedezni, megérezni. Mi van itt középen? Ez nagyon nem látszik, csak hogy valami szorszos bizé. Erőtérhez nem érnék hozzá annyira. Jó, hát úgy tűnik, hogy semmi rejtett bizbaszt. Nem detektáltam. Ja, abszolút semmi. Nem, hanem... Nézzük a könyveket. Aha, hét isten meséje, nézzük ezt. Selendius. Ez ugyanaz a felsorolás, mint amit az ő naplójában láttam. Hát lehet, hogy meg kell érinteni az erőteret. Nincs túl sok választási lehetőségem, hogy mi szerint kéne sorba rendezni az oszlopokat, arról fogalmam sincs.
Na nézzük, mennyi régek hamuvá. Hello. This... Well, this isn't the veil, but the technology looks curiously familiar. Amit kutattam, a fátyol. Ez nem az, de nagyon hasonlít hozzá a technológia. Hát valamilyen oszlopot akkor meg kell érintenem, mert semmi más nincs. Elvileg Amadia. Lady Amadia. I never would have imagined we would be quite so close. Szelleme nincs az öregnek. Kivel tudnék beszélgetni, mert fogalmam sincs, hogy oké, elemekhez van hozzá kötve. Milyen sorrend szerint kell ezeket az elemeket megnyomkodászni. Nem az öreg szelleme nyugovóra tért. Lady Zor Stissa, I must commend you on your reptiles. Every one is as arrogant as you. Megdicsérlek, Zor Stissa. Minden egyes gyíkod olyan arrogáns, mint te. A true god. Stout of heart and fierce of face. Aha, törpe. Isten. Do mortals really call him the poet? I have seen better meter scrawled on outhouse walls. Tényleg költőnek hívják az elfek istenét? Jobb dolgokat láttam a falfirkákon, megfogalmazva jobb verseket. Ralik, the first of the seven. He was as bullish as Rogier, in his own way. A Ralik az első a hetek közül. Erőszakos volt, mint Rolik. Ah, Lady Santedza. You were the only one of the seven that could take a joke. Aha, csak ő értette a vicceket. Lord Rogier, a champion. Well, that wasn't right. Hát az nem. Na akkor nézzük. Nem tudom, hogy mik ezek az elemek, amikről itt mammog. Nézzük ebben a sorrendben, ahogy ide föl van írva. Ralik. Ralik Dunatir Selendius. Ralik. Ralik, the first. Duna. Hát ha ennyi az egész, hogy pont az a sorrend, ahogy ott a jegyzetekben szerepel. Duna. Hol van Tír Selendius? Ja, itt van Duna mellett. Fitty. Do mortals really call him the poet? I have seen better meat of scrawled on outhouse walls. Rogier Xantezza. Zor Stissa. Lady Zor Stissa. Hogy is volt tovább, Xantezza? Nem, Rogier Xantezza. Rogier. Lord Rogier, a champion of martial challenges. Aha, bajnoka a fizikai kihívásoknak, kevésbé az intellektuálisoknak. Xantezza. Ah, Lady Santedza. You were the only one of the seven that could take a joke. És Amadia. Ez volt a leírt sorrend. Lady Amadia. Well, that wasn't right. Hát ez se nyert nagyon. Well, mit lehet itt csinálni akkor még? No, és meg is van, hogy mi lett kihagyva. Néztem, hogy itt lehet-e valamit csinálni, de itt! The curious sculpture comes alive as you reach out to touch it. Szobor élete kell, ahogy megérintem. It throws flickering dancing shadows against the wall. Dübörög.
És igen, hát is világít, az meglátszik, azt nem kell olvasni. The carving is covered in eternal glyphs. They surround a gently glowing stone that makes you think of the night sky rolled into a ball. És mellette egy kedvesen világító kő, ami úgy néz ki, mintha az éjszakai égbolt lenne egy labdába gyúrva. Nézzük, mi van a feliraton. Our first lords babes with power glow, our seconds born in blood that flowed, our thirds young to the wind return, our fourths to glowing flames adjourn. Erőtől világítottak, a másodszülöttünk vérben, a harmadikunk szelei a szélben tértek vissza, és a negyedik az tűz koronázta. Tehát erő, egy hatalom, hatalom, vér, well, hát a power az valószínűleg akkor a mágia, vagy az elme lesz esetleg. Ez mindenképpen a vér, szél, tűz. Our fifth lord's cubs with minds were blessed. Our sixth had gone beyond the rest. És a hatodik pedig túljutott. Aha, ő lesz az ork. Our seventh brood spread from earth to glen, and thus no king shall rise again. A hetedik vére pedig elterjedt a világban, hogy király. You step away from the pillar, your mind racing. Okay. No king shall rise again? What happened here? Érdekes, már volt olyan az Eternálok idejébe is, hogy az Eternálok csinálták az embereket, hogy megakadályozzák a király visszatérését. Érdekes. Minden szempontból érdekes. Ha nézzük, akkor először volt a Pover. Akkor Lady Amalia. I never would have imagined we would be quite so close. Aztán ezt nem jegyeztem fel, mi? Nem. Viszont... aha. Vér. Aztán, na nézzük csak. Tirselendius és Duna. Tirselendius, Duna és a gyíkistennő. Tehát Tirselendius. Kent Reach menj a fenébe. Dehogy nem tudom. De érdekes, hogy már akkor voltak istenek, amikor az Eternálok voltak. Do mortals really call him the poet? I have seen better meter scrawled on outhouse walls. Vagy ez akkor készült, amikor az Eternálokból kifejlődtek az istenek, és megteremtették a fajokat. Az istenek hajnalán. Ah, Duna, a true god. Stout of heart, fierce of face. Több kedvence. Igen, és egyik istennő. Lady Zorstissa. Tűz. Oké. És akkor... nem, itt volt a dialógusban. Igen, elme, bunyó és föld marad akkor. Elme, Xantezza, Vrogir és Ralik. Xantezza. Ah, Lady Xantezza. Vrogir. Lord Vrogir.
A champion of martial challenges. Relic, the first of the seven. Ellopták az oszlopokat. Azaz, na, jön a szóvic, ki tudjátok találni. Oszlopók! Vannak a helységben, jó? Ó, és egy hibernátor kamra is van. Geniál. Na, egy mentés, és nézzük, mi van, hogyha azt a kis csillagfényes gombot megnyomom. Nem tudom megnyomni. Ó, bakker. Meg akartam volna nyomni, de nem tudom. Hát, akkor nem nyomom meg. Nézzük, hát itt a hibernátor kamrába találok egy olyan űrutazót. Évek óta még mindig aktív, csak ne omoljon össze az egész, léci. Ó, energia láda, figyelitek? És egy vérbéna varázspálca, hát vel. Ó, hordozható stone tablet. Ja, ez az a stone tablet, ez konkrétan az a stone tablet. Amit el kéne vinnem Rike őrnek. Jó. Ez van-e olyan? Na jó. Nem örülök annak, hogy ez a tócsa ott van. Mentés után megáldalak, mert jó arc vagy. Slurch, köszönöm, és akkor most this is altogether too familiar. Oh, hello. The creature looks down from its perch, trembling. It crawled out of that sarcophagus as if it had forgotten how to move its limbs. It turns to you, and you see its face is covered by an intricate mask. Ah, tehát a kreatúra lenéz rám onnan föntről. Úgy mászott ki a szarkofágból, mint hogyha elfelejtette volna, hogy hogyan mozgassa a végtagjait. Felén fordul, és látom, hogy az arca egy nagyon részletes maszkkal van fedve. Nagyon zsír. Akkor te gyere itt ki a többiektől. Most mi? Ja, hogy itt lent és fönt is vannak, és megint kiömlött ide egy rakás szorsz. Na, akkor én amondó vagyok, hogy a többiekkel ide jövök. Amíg mi beszélgetünk onnan lentről. Hát, ha ugyanis nem lesz ő kedves hozzánk, mit lehet tudni, nem? De. Meg hát szegénykém alig tud állni, hát oda megyünk már, hogy hadd örüljön neki. Nézd már, mi támogatunk, meg vigyázunk rád, meg minden. Oké. Okay. Illetve még annyit megtennénk, hogy... Nézzük már meg, hogy néz ki. Ah! Ő is élő halott. Úgy látszik, mindannyian élő halottá váltunk. Örök őre. Levegő és a föld sebzi őket főleg. És ahogy látom, eléggé harcos tolvaj típusú a keső. Ő is. Ja nem, ő pont levegő és földre. Vagy nem. Levegőre és vízre immunisabb. Hidrozófus és aeroteurg. Oké. From behind unmoving lips, you hear a creaking, groaning voice speaking in a language you feel you may never hear again.
jön. Egy nyelven, amitől attól féltem, hogy soha többé nem fogom hallani. Fény? Nem, nem lehet. Jaj, ismer! Meghajolok. One of your people. No, Fane. I am an eternal. I cannot conceive what you have become. Micsoda? Tehát, hogy ő már nem a népem tagja, ő egy eternal. Nem tudom, hogy te mivé változtál már, mint deep inside, you can feel Amadia stirring. Something about this has her unsettled. Amadia eléggé zavarban érzi magát, oké? You don't know. Nem tudod, ugye? You have no concept of what you've done. Nincs ötleted azzal kapcsolatban, hogy mit tettél, mit tettem. Hát be voltam zárva egy helyre, és megdöglöttem. And it was more than you deserved. És még többre. És még többet is megérdemeltél volna. A népünk eltűnt a háborúd miatt. The goddess inside you jerks violently. Az istennő megmozdul bennem, megpróbál irányítani, megpróbál a számon keresztül beszélni. Na, akkor ezt nézzük. Először adjuk át az istennek. Amadia surges forward, her essence filling your bones. When your mouth opens again, saját hangomon beszélek. It's not quite your own. Aethera. I had hoped to see you turn to dust in this tomb. Reméltem, hogy porrá válsz ezen a helyen. Egyedül, elfelejtetten. Csak a titkaiddal, amik vigyázhatnak rád. Lady Amadia? Te benne vagy? Have you fallen so far that you see ilyen messzire potya, ilyen mélyre süllyedtél, hogy ebben keresed a biztonságot, ebbe Silence! Csend. It is your king who fell. A te királyod esett el, kidobtam az űrbe. And the power you cowards refuse to pursue az összes eternállal együtt. És az erő, amit ti gyávák képtelenek voltatok, vagy elutasítottátok a használatát, azt tett engem istenné. You threw them te dobtad őket a voidnak? Fane understands. Fane megérti, ő megérti, hogy a tudásnak nincs határa. A kíváncsiságot nem lehet kielégíteni. Aha, akkor most visszaszerzem a kontrollt. Nem értem, hazudott nekem. A király nem pusztította el az eternálokat, az istenek tették. Struggling to regain control, but your grip is strong. You hear a voice hissing in your head. Ne, állj, hogy beszélni. Of course she lied. Persze, hogy hazudott. How could you ever trust a word from her twisted lips? Hogy bízhattál szavaiban. She probably pretended to be overjoyed at your liberation. Valószínűleg úgy tett, mint hogyha örült volna a kiszabadulásodnak. Did she say that you were special? That elmondta, hogy speciál, hogy különleges slave? Vagy? You idiot. Hogy bármi más is lesz, mint egy rabszolgata idióta. Nem számít. Érzem a királyt. És érzem a kívánságát, hogy el legyél pusztítva. Még az Atheranra sincsen szükségem, hogy porrá törjelek. Meg tudnánk találni a többieket. Work together. Együtt dolgozni. I was locked in this hell for trying to fix your mistakes. Ebben a pokolba voltam zárva, hogy a te hibáidat helyrehozzam. És most meg akarod könnyíteni a lelkiismeretedet. You deluded little rat. De félrevezetett kicsi szar. Arra készítettem a fegyvert, hogy megöljem az isteneidet. And I kept it close. I hid it. Amíg te kivártad a sírodban a háborút.
és közel tartottam. Ezekben a barlangokba rejtettem el. Although I can feel its distance. Bár érzem, hogy most távol van, valaki másnak a kezében. Perhaps they will use it to purge the seven traitors of all divinity, as I had hoped to. Talán majd arra használják, hogy a hét árulót, árulóból kiszedjék az összes istenséget, ahogy reméltem. You can feel a cold fear settle in Amadia's heart. She retreats inside you, curling up defensively. A hideg félelemet érzek Amadia szívében, visszavonul belém, és összekuporodik védekező. I have spent too long alone. Túl sok időt töltöttem egyedül. Most már csak azt várom, hogy megint egyedül legyek. Köszönöm, Fén. De mit tettem, basszus, egy sírba ülve? Nem tudunk mindenkit visszahozni valahogy. It was too late the second you spoke akkor túl késő volt, amikor szóba álltál a hét istenséggel. Amikor elárultad a királyunkat. You doomed us, Fane. You doomed us all to this hell. Mindannyiunkat arra kényszerítettél, hogy ebbe a pokolba szenvedjünk. Először a testedet töröm össze. Aztán megtalálom, amit készítettem, fegyvert. És az átkozott isteneidet, vagy isteneket, abba a gödörbe dobom, ahova az embereinket. Amaria doesn't react this time. Nem reagál, csak nagyon fél. Elég legyen a beszédből. Itt az idő áruló, hogy visszatérj a sírodba. Durva! Na nézzük, mi történik akkor, hogyha mást dumálok, de szerintem ez lesz az a beszédfonal, amit követek, majd csak marha kíváncsi vagyok rá. Na akkor a tudomány nevében nézzük meg, mi történik, hogyha végigmondja a szövegét. Her essence filling your bones. When your mouth... Aethera... Lady Amadia? Silence! It is your... You! You th... Fane understands. Ő írtotta ki He understands that knowledge has no limit. That curiosity cannot... You could have joined us. Csatlakozhattál volna hozzánk. Megmenthettétek volna magatokat. Ha meghajoltatok volna előttünk. Nagyon jó... Nem rabszolga, de lett volna belőle. I bow to no one but the rightful king. Senkinek nem hajlok meg, csak a valódi királynak. És minden igazi Eternál ugyanezt mondta Not that volna. It matters. I sense ez számítana, érzem a királyt, and I can sense igen. His desire to see you destroyed. I will not even need the Aetherian to grind you to dust. Igen, mit mond el a Eternáról? Where? Is it? Hol van az? Ha! Of course you never found Persze, it. Sose találtad you always meg. Lacked Mindig imagination, is lady, a képzelő erő, lady Amadia. It was hidden in these very caves, beyond Ezekben your a barlangokban volt elrejtve, túl az eszeden. Although I can feel its distance, it is in the hands of another. A távolságát más kezeiben you van. Can feel a cold fear set. I have spent too long alone, and now loneliness is the most I can look forward to. De én egy ilyen barlangban voltam, én nem tudtam, hazug. Én? Amadia doesn't react this time. But enough talk. Érdekes. It is time you return to a tomb, traitor. Jó. Well. Én nem indítottam semmilyen háborút. Ne mondjál nekem szembeszédet, csótány! Nincs ötleted, hogy milyen poklot hoztál el nekünk. De... visszagondolok rá... arra napra... Your appeal to the king, his refusal. Your turning to the seven lords, the king's displeasure. Na várjunk csak, ez egy kicsit ilyen időcsavarnak tűnik, mert... minden... próbálkozásom ellenére eszembe jut az emlék, az a nap, eonokkal korábban,
amikor felfedeztem a teremtés fátylát, amikor megkérdeztem a királyt, amikor ezt visszautasította, és aztán a hét istenséghez fordultam, és a király nem örült. De hogy lehetnek istenségek akkor, hogyha még él a népem, és még nem dobták őket a voidba, hogy istenségek legyenek, vagy mi van? Did you think nothing would happen? Azt gondoltad, hogy semmi nem fog történni? Arra gondoltál, hogy tehát ők már istenek voltak, és még több hatalmat akartak. Azt hitted, hogy az istenek elégedettek lesznek azzal, hogy nem nyúlnak hozzá ehhez az erőhöz? No. Nem. They seized it. They rebelled against the king and declared themselves gods. Á, tehát a hetek nem voltak istenek. Elkapták ezt az erőt, fellázadtak a király ellen, és isteneknek kiáltották ki magukat. You feel the goddess Amadia lash out defensively inside you. She's not happy. Ah, nem örül ennek. Hát Bakker baromira nem akartam ebből egy háborút, de te hogy élted túl? Hogyha minden háborúba zuhant, akkor hogy került be ebbe a barlangba? Because of you. Miattad? I was imprisoned for trying to fix your mistakes. Ah, őt pedig azért börtönözték be, mert megpróbálta az én hibáimat helyrehozni. Ó, oh, akkor te is kb. Annyira bűnös vagy, mint én, nem? At this, Amadia surges forward. Aha, Amadia előre jön. She seizes control of your jaw, which starts to move of its own accord. Elkezd beszélni. You're imprisoned here for your blasphemy. For your aha, az Isten káromlásod miatt börtönöztek ide be, a bűneid miatt. Lady Amadia? Lady Amadia. You possess him. Have you fallen so far that you seek shelter within? Ilyen mélyre süllyedtél, hogy ebben próbálsz védelmet keresni. Silence. Ebben a dologban? It is your king who csend! Fell. A te királyod vesztett. I flung him into the void along with every last eternal. Én dobtam a voidba minden egyes eternallal együtt. Has made me a god. És istenné tett az erő. You threw them te to the void? Te dobtad őket a voidba. Fane understands. Fane megérti. He understands ő megérti, that knowledge has no hogy a limit, tudásnak nincs határa. That curiosity cannot be hogy a kíváncsiságot nem lehet megláncolni. Az oké! De miért hazudtál nekem? Nem is a király pusztított el az eternálokat, te nyomi. The goddess fights back, struggling to regain control, but your grip most is már strong. Én vagyok erősebb nálam. You hear a voice hissing in your head. No. Stop. Ne, let me speak. Meg, hagy, hogy beszéljek. De hogy hagylak. Of course she lied. Persze, hogy hazudott. How could you ever trust a word from her twisted lips? Mocskos ajkairól bármilyen szó hallatára. Úgy tett, mintha örült volna a kiszabadulásodnak. Mondta, hogy speciális vagy. Hogy bármi más lett belőled, mint rabszolga. Te idióta. Jó, akkor a gyanúm az helyes volt. Not that it matters. Nem, mint hogyha számítana. Érzem a királyt. And I can sense his desire to see you destroyed. És érzem a kívánságát, hogy téged szeretne elpusztítani. És még az Ateránra is sincs szükségem, hogy elpusztítsalak. De hát nem kéne arcolnunk, dolgozhatnánk együtt, megtalálnánk a többieket. Együtt dolgozni? Ebbe a pokolba zártak, hogy a hibáidat helyrehozzam. És most azt akarod, hogy könnyítsek a lelki ismereteden? De basszus, te is ugyanúgy be voltál zárva, mint én. Te félrevezetett szerencsétlen korcs. Egy fegyvert készítettem, hogy megöljem az isteneidet. Nem az én isteneim. I hid it in these very caves. Uh-huh. Although I can feel its distance. Igen, you can feel a cold olvastuk. Fear settle in Amadia's heart. Nagyon jó, megölhetnénk az isteneket valóban. I have spent too long alone. And now loneliness is the most I can look forward to. Uh-huh. Köszönhetően nekem megint egyedül szeretne lenni, gondolom a kiirtásommal. Sajnálom. Do you think I care about your self-pity? Azt hiszed, hogy érdekel?
a kis önsajnálatot. Végzett be minket, Fame, a pokolba. Amaria doesn't react this time. But enough talk. Na nézzük. Igen, megráztál minket, nagyon megrázó volt. A Lossot nem szereti valamiért nagyon. Oké. Na nézzük, mit tudok tenni a rossz ügy érdekében. Elsőként röpcsizzünk fel ide. Ez egy Path is Interrupted. Akkor miért ajánlott föl, hogy ide tudok repülni, hogyha a Path is Interrupted? Arról ott van a törpe, itt szerintem lesz. Sény! Vállásra nem immunisak, de azt valószínűleg csak a következő körbe tudom megtenni. Egy ilyen... Hát, elég jó páncélzata van mindnek. Szerintem én először egy ilyen Bone Widow-ot raknunk le. Őt nem tudja megtámadni, őt viszont nagyszerűen két ütésből le is hozza a páncélját, Franco. Harap meg, jó? Jó. Ő elcsattintja a másik páncélnövelő cuccost, szuper. Nagyon jó lenne ott a vér belerakni. Egy ilyen kis nyavajás, de szerintem nem fogom tudni megtenni. Ez mit csinál? Vérfelületet csinál mindenhol. Ez az! Csontíjász! Egy csontíjász szeretnék valami jó magas pontra. Tegyük föl erre az emelvényre. Oké. És még mindig van egy pöttyöm, úgyhogy még bele is buzdítok mindenkibe. Jók vagyunk, srácok! Oké, most jön ő. Ki kell, hogy próbáljam ezt a rikosét. Őt fogom eltalálni? De az is lehet, hogy nem. Sitty! Jó. Eddig Franco. Neki is lejött a pánciából valamennyi. Ide trotyvasztok egy kis hálót, mert az később még jó lesz. Spider-Man! Oké. Körre nem tud mozogni, oké? Várjunk, mit csinál ez? Aha, nem tud láthatatlanná válni, és el tudom találni, hurrá! Megjelöltelek, oké. Most jön Loss, és nem kell neki kasztolgatni a semmilyen izémizét. Na, hogy is vagytok ti? A földre nem annyira immunisak, de a méregre baromira. Ő is. Igen. Levegővel és földdel érdemes támadni, kivéve őt. Poisoned, bleeding. Drunk, suffocating, invisible.
mit tudnék vele csinálni, aminek nem örül. Vízzeles ez a flight, azt hittem, hogy csápja van már. Néztem, micsoda. Ezt a Magic Armor kiszedi, úgyhogy nem nyert. Hát szerintem a legegyszerűbb dolog az, hogy meglőjük mindennel, ha jól emlékszem, most már mindenféle sebzésen van. Víz, levegő, méreg és tűz is. Háj! Nem jött le túl sok Magic Armor belőle. Ez levegő. Ez levegő. Főleg levegő és víz varázslataim vannak. A földet azt pedig nem akarom ide varázsolni, mert itt van köztünk. Úgyhogy lesz-e még. Még mindig én jövök? Azt a leborult. A méregre immun is. Valami egy pontos bügyő esetleg, ami... Gyógyító, gyógyító, gyógyító. No, ez mindkét pontos, ha jól látom. Peace of mind. Ó, illetve a hészt is. A törpét behéztem, jó? Jaj, de jó, hogy tudtok ugrálni. Nem baj, menjetek rá a pókra, ez az. A pók is rátok megy, egy-egy. Őt pedig nem találtad el. Törpe! Ez az! Sajnos semmilyen felületet nem tudtam még kreálni. Oké, őrizzenek a lángok, hogyha valaki megtámad. Franco. Csapjunk bele néhány tüzes tört, mert ennek nem örül. Hát kigyújtottam a varázslónőt is, de ez van. És akkor... Erre a vérre... Úgy itt van vér, nincs... Vér! Odarakok egy vértotemet, nagyszerű. És még mindig van egy pontom. Ami annyit tesz, hogy... Mivel rezisztálódik? Physical armorral, ami még van neki sajnos. Ebbe az irányba egy csapásmérés így. Nagyszerű. Jó, ő is odaugrik, gratulálok. Nem harapja meg a törpét, a törpe beőrült, szerintem előjött a démonja. Stitch megcsinálta a mágikus páncélját. És arrébb ugrott. Na végre arrébb ugrottál. Ó, nagyszerű esőt csinált. Az jó lesz a varázslónőnek. Jégtörő bizonyára. Kijön Finn. Mágikus páncélom nem túl csodálatos. Igaz, hogy senkinek se túl csodálatos a mágikus páncélja. Ergo mégse ezt varázslom el. Még az a kis vér is basszus, ami volt.
mondjuk egy ilyen nem meg tudlak csípni. Ja. Nézd. Ó, sír. Kár, hogy méregbe raktam bele miatta, de mindegy, azért nem rossz, nem rossz. És come over here. Annyira jó helyen voltál, itt hitt már el. Tök jó, gyere már vissza, léci. Köszi. Oké. És akkor, hogyha megengeded... Közben nézegetem a páncélértékeket, hogy elég gáz. Ezt a Magic Armor rezisztálja, és az baromi sok van neki. Levegőre nagyjából immunisek sajnos, hát egy ponton van. Ez jó sok Magic Armorodat elveszi. Tessék. És elaludt! Hurrá! Jó, harapdáljátok. Az idézett kreatúrát, az mindig jó. Nos, a mágikus ellenállásunk kevés, úgyhogy kéne egy kis mágikus ellenállást generálni. De annyira nem látok rá legalábbis nála lehetőséget. Van olyan, aki... Ó, ő már halott. Van. Neki nincs mágikus ellenállása. Smaci. Legyél ezen túl velünk, legalább egy pár körig, köszönöm. És mivel neki se fizikai, se mágikus ellenállása nincs, azért azt hiszem kap tőle valami csúnyát. Mondjuk egy ilyen ledöntő nyíl se lenne rossz. Hello! Peace! Jöhet a varázslónő a gonoszságokkal. De ő most egyrészt elmúlja ezt. Bár ez még hatás alatt van, tehát ezzel nem tudok olyan sokat csinálni sajnos. Próbálok őre koncentrálni. Az a baj, hogy ő pont vízre, meg a levegőre. Vízre mondjuk nem annyira. Jó, buzdítás is megy, minden megy. Aha, és most vízben állok, úgyhogy ez csak ez egy pont. Le tudom ezt úgy tenni, hogy csak ők ketten legyenek benne. Igen, úgy látom. Max még a törpe. Tessék. Meg is fagytak, jól van. Ó, oh, mindenki megfagyott? Mindenki megfagyott, bakker. Jó, és ő úgy viszonyult a víz, tűz, oké. Okay. Akkor te kapsz egy villámot, jó? Mert az jó. Oké. Már nem érzi túl jól magát, és én mindig én jövök, bakker. Még mindig én jövök. Fizikai páncél kísérült a legjobban, hát konkrétan rajtam. Mármint hogy lózzon. Oké. Okay. Jön a törpe. Hello, kislány. Sok kell neki még? Hát, még éppen elég sokja. Mi
is tudom, mit lenne a legjobb lerakni. Tűz lenne az igazi, de hát... Így. Egy totem. És a totem után szerintem kapni fog ez a nő egy kukit. De mivel van itt ilyen... Ezért inkább ezt csinálja. Ez mindenkit megüt. Oké. Okay. Mindig él. És a kővé változásra. Ja persze, mert még markolva van. Mármint, hogy a mark jel van rajta. Nem úgy értem, hogy megmarkolták. Hát sem ez is, úgyhogy mindenképpen... Egy. Vagy legalábbis lejjebb visszük a mágikus páncélját. Oké. Okay. Na, na, na. Ja, a Skeleton Archer. Oké, okay. Hol vagy? A Pindown-nal le tudom oda rögzíteni, de egyébként is el van eső, úgyhogy... 123, nagyon jókat sebez ez a csonti. Most jövök én. Na, a pókon végre ismét működik. Szuper. Mit kéne rábüntíznem? Elcsármolni nem akarom, meg ki akarom nyírni. Ellenállása van. Sem ekkora. Nagyszerű. Tír. Mind meghaltok. Ez az. Egyelőre jók vagyunk. És még az elcsármolt van életbe egyedül. Tényleg ez a farkas él egyedül? Abszolút úgy látom. A kocső farkas. Köszönjük a részvételedet. Egyné. Jöjjünk ki innen. Megvárom, amíg kijöttök, és utána beszélünk, jó? Ez az. Szuper! Hello. The air suddenly feels thick, like it's grown musty for so long. Mint amikor ilyen penész illatú. Mert túl sokáig tartott titokban egy titkot. Hazudtak nekem, de persze egy bukott ellenséges Eternál bármit mondhat, talán az isteneknek megvoltak az indokai. Illetve versus hazudtak. Nem hiszem el, mármint hogy neked hazudtak, de nekem is. So, the gods are liars. Szóval az istenek hazugok. Nem mondhatnám, hogy meglepődtem. Pick at one line before you know it, you'll find six more. I expect. Piszkálj meg egy hazugságot, és mielőtt tízbe kapsz, hattal többet találsz. Azt hiszem, hogy lesz egy pár kértésem az istenek számára, hogy már hogyha előbújnak bármilyen lyukból, ahova elbújtak. Mindenkinek van egy múltja. Azok vagyunk, akik vagyunk ebben a pillanatban.
És ez ugye a hatalmas hetekre is igaz. Meg miért mondta, hogy ő más, amikor tök olyan... Na, szeretném kizsigerelni. Amikor tök olyan élő halott volt, mint én. Fura. Nagyon fura. Oh, hello. Egy lopakodó cipő, nem jobb az enyémnél. Egy staff, amit sajnos nem fogunk használni. A büntetés pillantása, necromancer, felgyújt, megolvaszt, rokkantát ez, mindent csinál. Oké. Okay. Ó, Warfare, Scoundrel, pirokinetikus, minden van benne. Lehet, hogy majd újra kell kombinálnom ezeket a cuccokat. Warp Strike, azt mondja, summoning. Nem talál el senkit, akkor letisztítja a felületeket. Hát jó. Tanuljuk meg, mindig jól jön, szedjük fel az összes lootot. Sétáljunk bele egy kicsit a méregbe, mert az finom. És akkor most így ennyi? Úgy tűnik, hogy ennyi. Na lássam, a naplóban van valami újdonság. Az Istenemmel tudok beszélni, hogy ennyi benye. Na végre az én sztorim. Tehát, ahogy kísérleteztem a fátyollal, a hetek ellopták az egész népemnek a szorszát, és háborúba kezdtek a királlyal. A Terra nem tudt őket legyőzni, és a hetek a királyt és az eternálokat is a voidba dobta, és engem hibáztatnak. Hát... Well... Most az a szerencsétlen, aki arra gondolt egyszer, hogy hogyha egy éles, hosszú dolgot rárakok egy fogantyúra, azt úgy hívják majd, hogy kard. És akkor miatta mészárolták le az összes embert az összes középkori háborúban, ugye? Úgy érzem, hogy bármilyen sokáig sírban levő élőhalottnak nagy esélye van arra, hogy megbomoljon az agya. Viszont akkor magamat is eléggé meg kell, hogy figyeljem, mert hát igen, valószínű, hogy ez rám is vonatkozhat. Na, szép öregesen lecambogok ide, mert én ilyen szép öregesen lecambogó men vagyok, a többiek még nem jönnek. Ja, most gondolták meg magukat. Itt netán valami semmi, ott netán valami semmi, és akkor utána szerintem elhagyjuk ezt a szomorú helyet. Hol egy titkos láda sincs elrejtve sehová, amit le tudnánk teleportálni, bakker. Két oszlop. Nem, ott sincs láda. Nem is tudok arra menni. Ott volt ez a relikes cucc. Nem, nincs itt semmi. Sehol, semerre, se nem, se, semmikor, se nem, se. Uff.
Szerintem baromság azt szídni, aki kitalálta a kalapácsot, hogyha ráütök egy szöggel a hüvelykujjamra, nem? Szerintem az. Na nézzük, ki tudok-e nyerni valami érdekes alkatrészt belőled. Nem elég jó korpsz nekem, bakker. Még egy dolog. Hát, ha itt van a lelke. Várjunk csak. Nem, abszolút nincs itt a lelke, úgyhogy akkor valószínű, hogy rám is ez fog várni. Mókussal valami? A giant takes notice of its charges. Ask away, chief. Indeed, Quackus. Öt választom, akkor öt választom. Nekes egyiket se lehet kiválasztani. Jó, akkor belőlük nem szedek ki semmi hozzávalót, sajnos. Viszont ha már kísérletezünk, még arra lennék kíváncsi, hogy elvileg ez a cucc. Elvarázslom, akkor ad ilyen hálóköpés lehetőséget. Jaj, de guszta lettem. Ide köp... Nem oda köpöm, bakker, mert... Na, gyere már ide be. Nem jön ide be. De úgy nézem, tényleg itt marad ez a háló. Ami fáni. És hogyha ide köpök egy ilyen kis varázspálcás cuccot, fel is gyullad az egész. Ami mondjuk már csak két körig van ott, de ezek szerint csata előtt hálózni tudok. Jó hangzik. Na, ő hozzá vissza akartam még jönni, itt a meggyógyított nő. Need something? Help yourself. Everything I've got's here. Jó. Until next time. Take care of yourself. Ó, elég jól el van látva cuccokkal. Úgy látszik, ez a Huntsman Necromancer, ez nagyon divatos. Ó, ezt a skillt meg statot, ezt hogyha összekraftolom egy akár varázstárgyal is, akkor plusz képességeket ad, igazán jó tárgyakra érdemes rányomni. Szappant mindenképpen veszek tőle. Accessory kitem az van. Néha érdemes ilyen olcsó dolgokat is vételezni. Jól jöhetnek még kraftoláshoz. Tenebrium bar és bazi drága. Érdekes. First aid, restoration, ja persze egy gyógyító. Trumpet of Death! Ő jöhet. Ilyenjeim vannak, köszönettel, de ez a Trumpet of Death, ez jó lesz. Oké. Okay. Kiegyenlítjük. Köszönöm. És akkor még mielőtt elfelejteném, keressük meg ezt a Trumpet of Death-et. Tudom, hogy itt vagy. Lehet, hogy több is van belőle. Trumpet of Death. Na, ezt nem szeretem, amikor így keresgélni kell, ide egy szöveges kereső jó jött volna. Áhá! Itt ficeg, így. És egy vödör vizet szeretnék hozzáadni. Nagyon jó elültethető Trumpet of Death. Ezt majd elültetem a hajóba, majd megmutatom, mit csináltam ott.
nézzük, hogy van ez a varázslónő, és vajon meg tud-e tanítani engem a Source még erősebb használatára? Hahú. Hahú pihe, ott fekszik. Ő rajta egy spontán, hirtelen agyműtétet hajtottunk végre itt a koszos padlón. De úgy tűnik, hogy túlélte mindenek ellenére, pedig próbálkoztam, lejtettem a steril szárszámokat, meg minden. Soon I'll be able to get up and move around. Nem soká tud majd mászkálni. Szegénykémnek agykukacot tettek a fejébe, tehát így csinálják ezeket a silent monkokat. Illetve nem. Tehát agykukacokkal is csinálnak silent monkokat. Meg azzal is, hogy elveszik a szorszukat. Na, itt van még egy mékas. Ezért érdemes még idejönni. Utána meglátogatom a varázslónőt itt a térkép csücskében. Akit haza kéne vinni a szerelmével együtt, Almirát. Már megöltem a szörnyet, és beszélnem kell vele. Meglátjuk, hogy bejön-e. Na de most megmézezek egy pár nyilvesszőt. Csak hogy lássátok. Charming a Rockhead. Oké. Akkor most megint kell a jar. Honey jar, hol vagy? Ott. A méhek szerencsére nem izgulnak be, hogy én ilyen porszívót megszégyenítő hatékonysággal szívom ki belőlük a mézet. Végtelen ellátmány, nagyon örülök. Nem írja, hogy sajnos kiürült a kaptár. Oké, ez cselesen átjön a kajákhoz. Egy. Nyílhegy. És utána még ilyen arró saftal összekombinálom, csak úgy simán, és jó lesz. Na, hol a nyílhegy itt? Eszméletlen mennyiségű, nagyszerű flatty. Kész. Kérek sima kraftolást. Mondom, kérek sima kraftolást. És akkor... Na most még nem hajlandó éppen scrollozni, se baj. Azért is kell nekem ilyen. Ez mi? Sima nyíl. Érdekes. És nyílhegy. Amint látjátok, ezeket jól megkapja majd Ifan. Nya! Nézzük, ez működhet-e. Hello? Don't worry. I'll keep watch. This is no place to stop for a chat. Let's keep moving. Jó, mozogjunk, de én nem azt akarnám, hanem fölpakolom őt. Don't worry, I'll keep watch. Igen, 5 új skillt kaptam, hurrá. Ez volt rajtam. Awesome. Szépen elkülönítjük. Na nézzük. Don't worry. I'll keep watch. 5 új skillem hol jelent meg. Itt van 2. Meg itt van 1. Turn into a human. Jó. Humanként még tuti nem beszéltem vele. Don't worry. Próbáljuk meg így. Hello. This is no place to stop for a chat. Fene egye meg. Jó, akkor ez nem működött. Gondoltam, hogyha másként beszélek vele... Zsinny! Akkor majd megváltoznak az opciók, de úgy látszik, hogy valahogy az elején azt vállaltam be, hogy elkísérem őket, nem azt, hogy megölöm a szörnyet, amit már régen megöltem. Jó, gyere!
Oké. Gyertek, és reméljük a legjobbakat. Egy. Ó, itt visszajött a halottnak tetetés. Nagyon frankó. Innen meg eltűnt két skill. Na jó, vajon mi tűnt el? Két skillemet teljesen elfelejtettem. Ezek benn vannak, benn vannak, benn vannak. Az eső volt az egyik. Szinte tuti, és az Armor of Frost a másik. Mert ezek bazi hasznosak. Jó. Na nézzük. Elvileg azt olvastam erről a hülye Planar Gateway-ről. Várj csak, hol vannak a... Hol vagytok? Hol vannak a többiek? Ja, tudom, hogy hol vannak a többiek. Oké. Bár mondjuk a többiekre annyira nincsen most még szükségem. Nézzük ezt a Planar Gateway-t. Elvileg... Ez. Igen. Jönnek utána. Nagyszerű. Szuper. Szupcsi. Jó, azt a ládát szerintem már kiaknáztam. Biztos vagyok benne, hogy kiaknáztam. Igen, szürke. Jó, tehát ezzel a Planar Gateway-jel kell elhurcibálnom őket. Itt van az óriás döglött csirke. Egyébként, ha már itt van az óriás döglött csirke, megnézem, hogy ki tudok belőle tépni-e valami hasznosat, már hogyha oda tudok menni. Elég nagy a kis testje. Semmi. Nem jött ki belőle semmi, amit nagyon sajnálok, de hát ez van. Hol lehet tovább menni? Gyertek velem, kedveseim, gyertek velem, erre tudunk lemászni, ami nagyon jó. És talán már ki is értünk, csak hova kell őket folyan elvinni, azt nem tudom egyedül. Jó, ő repül. Ezek most már tudsz repülni. Na jó, akkor erre az egy Planar Gateway-re volt csak szükségem, hogy jó, jó legyen. Csodálatos volt rá, kedvesem. Nélküled sosem csináltuk volna meg. Zsírmáj. Tényleg ő boltos is. Húha. Ezeket szerintem én adtam el neki. Aeroteurg summoning. Ezt mondjuk nem hangzik rosszul. Két viccet is ad. Warfare Pirok Kinetic nem. Kasper's Casting Code. Scoundrel Hydrosophist Trench. Néme. Mondjuk brutyóbb, mint a másik páncél, szó se róla. Aeroteurg és Summoning. Ezt majd valamikor megnézem. Jó sok mindent tud ajánlani. She slinks forward until her face is mere inches. Előre jön, és az arcát szinte hüvelykekre rakja az enyémtől. I owe you a debt. Tartozok neked. But I already know what you desire. De tudom, hogy mit kívánsz. And I intend to pay in full. És teljes mértékben kifizetlek. Most. Tell me. Mondd meg. Do you know pontosan exactly tudod, hogy mi vagyok én? I am. Szerintem te egy szukubusz vagy. Mindenkit csábítgatsz. Excellent eye, my dear. Nagyon jó szemed van, kedvesem. I am indeed a succubus. Tényleg szukubusz vagyok. Love is my power. A szerelem az én erőm. It enthralls those who lie with me and feeds me yet more power.
És aki összefekszik velem, azt elcsábítja, és még több erőt ad nekem. Oké. Még jó, milyen... Hát oké, hogy tudós vagyok, meg misztikus, de milyen tanulmányokat kell folytatni ahhoz, hogy valaki úgy tudja igazán, hogy milyen egy szukubusz, hogy így felismerje? My source abilities are linked to this aspect of me. Aha, a source képessége is ez vannak csatolva. És ezen keresztül tud megjutalmazni engem. You realize that her hand is caressing your arm. Ó, simogatja a kézcsontomat. Untroubled by the feel of your undead physique. A farokcsontom teljesen megkeményedett. Nem néz. Nem érdekli, hogy élő halott vagyok. Olyan a szeme színe, mint a tenger. El tudnék veszni benne. You have my word, though. I will not use my powers. De nem használom a képességemet arra, hogy rabszolgámmá tegyelek. És remélem, hogy te sem fogod használni, amit én mutatok neked, hogy ilyen... hogy hívják ezt, diktátorrá válj. Mihály mit gondolna? Mahali understands who I am. Ő megérti, hogy mi vagyok. That's why we're meant to be together. Ezért is kell, hogy együtt legyünk, mert ő megérti. Elfogadom, de a hús örömei már távol állnak tőlem. Ellenben jó néz ki a csontszerkezeted. A közben az Isten is suttog a fejembe, hogy igen, igen, smároljatok. Power is a pleasure unto itself, my dear. Believe me, I know. Tehát a hatalom önmagában is örömet okoz, kedvesem. Hidd el nekem, én tudom. Let's see if we can put some life into you. Nézzük, tudunk-e rakni beléd egy kis életet. Megcsókol, felzabál. Tele van fényességgel, vakító fényességgel, és gyere ide, tűzzel. Belépek a tüzébe. Vért kapar ki belőlem. Jó, szexmágia. Jól éreztem a farokcsontomat. Your vision swims back into view, Almira observing you with a knowing smile. Figyel rám egy ilyen minden tudó mosolyjal. My. Ó, az eléggé erőteljes volt, nem? Truth be told, there was nothing really left to teach you, but I felt nem volt igazán semmi, amit megtaníthattam volna neked, de úgy érzem, hogy úgy éreztem, hogy durva lett volna megállni, hogyha már egyszer elkezdtük. De nagyon kielégítő voltál. Kérlek, fogadd el ezt a kis fizetséget. Ribanc lettem, bakker. Miután kapsz levegőt, van egy kérésem. You have helped me to escape immediate danger. Segítettél megszökni a hirtelen veszélyből, vagy a közeli veszélyből. The promises I made to it. De megszöktem az előző életemtől és az ígéretektől, amiket tettem. Hát igen, nem akar démon lenni, értem. Fekete gyűrű az Isten királynak. Isten királyt szolgálja ők is. Ez nem egy sima fogadalom. Ez a kovenant, és aki elfogadja, az kötve van az Isten királyhoz. Megesküdtek, és én is. Meg kell értened, Lucian halálködje, megtört bennünket, legyőztek, vezető nélkül, utána az Isten király elkezdett beszélni hozzánk, győzelmet, halhatatlanságot ígérve, bármit, amit kérünk, a lojalitásunkért cserébe. Hogyan tudtuk volna megtagadni? Miután fogadalmat tettél, nincs menekvés. Az életed az Isten királyi. Ha hibázol vagy elárulod, akkor véged, ha csak nem tudod valahogy megtörni ezt a kovenantot. Így jönnél be te, kedvesem. Aha. Felfedeztem a létezését ősi szerszámnoknak, amiket vihartöröknek hívnak. Bármilyen mágikus egyességet képesek megtörni, még a kovenantot is. Aha, amíg a magiszterek rabságában sínylődtem, észrevettem egy kőtáblát, illetve hát ami nálam van,
a Black Pitben. Olyan jelek voltak rajta, amik nagyon hasonlóan néztek ki, mint ezek a Stormbreakerek. Mosolyog, és ékék szemeit, vagy tengerkék szemeit rám csüggeszti. Visszaszerzed ezt nekem? Dehogy adom oda neki. Ki ez az Isten király? Isten az istenteleneknek. Olyanoknak egy jeladás, akinek nincs helyük a világba. Le akarja győzni a hét Istent, és egy új világot építeni. A befogadottakkal, vagy hát akik hitéket letették mellette az oldalukból. Fekete gyűrű, majdnem minden tagja oda csoportosult köré, miután Deathfoggal Lucian elintézte őket. Az élőhalottak azért állnak mellette, mert azt ígéri, hogy visszatérhetnek az életbe. Az, hogy a Void Walkernek miért szolgálják, azt nem tudom. De Mihály-jal akarok lenni. Ez az, amiért az Isten király és én el kell, hogy váljunk. Ez az, amiért szükségem van egy Stormbreakerre, jó? Kinek van szüksége rabszolgákra, hogyha ilyen önzetlen barátaink vannak, mint például te? Egy fekete madárka azt mondta nekem, hogy van egy hajód a parton, oda megyek. Élvezem a napot, amíg várunk. Jól van! Egyrészt már a zsoldosoktól is becsábítottam egy íjkészítőmestert a hajóra. Most lesz egy szukubuszunk is, és Mihály tökre megérti, hogy ő csak így tud energiát szerezni. Na, hát ez nem jobb, mint a buzogánya. Calamity. Ez kétkezes, ez azért nem jó. Hát Fire Resistance, Pyrokinetic. Szerintem nadrágot veszünk újat, miután így elbánt velünk a szukubusz. Új nadrág mindig jól esik. No. Következő probléma, amire találtam egy ötletet, még mielőtt eladással és vásárlással foglalkoznék, az ugye az elfnő. Aki, itt van a szem. Nem ő Hannag. Hol is volt az elf kislány? Ezen a részen itt van. Sabiella. Ja. Ide kéne valahogy teleportálni. Jöjjünk ide. Sitty, nagyszerű. És erre kell jönni. Remélem, hogy nagyszerűen el fogjuk kerülni magunktól mindenféle vacakot. Közben inventoryt is nézhetek, szuper. Akkor valószínűleg közben... Ne, ezt nem akartam. Figyelj, molakúzó, zsurnált is nézek. Jó, megyek közben. Nagyszerű. Tehát Almira requestje. Értem. Hősök pihenője. Igen, Garriknak is megtaláltuk a kincsét, szupcsi. És ennyi? Nem? Eternal Promise. Értem, és aki ellopta a maszkomat, a Shapeshifter maszkot, ugyanebben a Urban Hit. Mennyire megyek jó irányba? Moránylag igen. Csak inkább jöjjek erre. Szóval itt van, és nem hajlandó velem se, hogyan se szópálni. Ellenben! Elvileg az lett nekem mondva, hogyha lopni próbálok tőle, papír, meg arany, meg cooking pot, meg ilyenek,
akkor hajlandó lesz velünk szóba állni. Igen. Pick pocket. Egy inventory. Kaja. Belopunk egy pohár bort az inventoriába. Egy macit. Nem törődik vele. Aha, elkezdett gyanakodni. Maci vissza. Maci ki. Maci vissza. Na, találjátok ki, lesz-e neki macia, vagy nem? Aha. Ez az! Nem gond, végignézem a cuccaidat. A lopott dolgaimat keresem. Csak nem tudom, miért vele beszélget. Miért nem velem? Mindenki mással hajlandó szóba állni, csak nem nekem, és őt akarja végigkeresni, jó? Persze. Ez az! Finnnel beszél. Vár csak. Oké. Okay. És tudok vele beszélni. Jaj, ne! Megint nem tudok. Amikor visszafordul, akkor nem tudok vele beszélni. Ez az, most megint. Engedélyezem, igen. Gyorsan! Legkedvesebb barátom, aki megmentett. Szóval úgy néz ki, hogy azt javasolják a neten, hogyha ő így beragad, már körülményesen juttattad haza, így lehet vele beszélni. Nagyon jó. Megkereskedni is. Ah, ugyanaz, ami nála volt. You give us everything. Mindent nekünk adtál. Thank you for helping me. Köszönöm, hogy segítettél. Nélküled már halott lennék. You save us. Megmentettél mindannyiunkat. A lányom visszatért. A jósunk visszatért. I know what you need. Tudom, hogy mire van szükséged, és tudok neked segíteni. Mi tudunk neked segíteni. Lehajol, és leteszi a kezét a földre. Hallod őket? A gyökerek haladtunk, most is növekednek. Meglepődök, hiszen mintha a legtöbb elferdőt kivágták volna. Igen, levágták őket, elpusztították és megszentségtelenítették. De a gyökerek mélyebben húzódnak, mint bárki tudja. A gyökereink behálozzák a világot többszörösen. Összekapcsolnak, hallani fogod őket, táplálni fognak, növelik a szorszod benned. Növelik az erőt. Felém hajol, nem látó szemei földet figyelik. Kedves kis mosoly játszik az arcán, aztán eltűnik. Hogy? Benned egy terület kitisztul. Több szorszra lesz helyed. Mindenre több helyed lesz. Lesz helyed a fák suttogásához. Tedd a kezed a földre. I hold my hand over yours. Én ráteszem a kezemet a tiédre. Együtt lélegzünk, és hívjuk a fák szellemét magunkhoz. Ez tetszik. Csukd be a szemed. Lélegezz be. Lélegezz ki. Lélegezz be. És lélegezz ki. With each in-breath, the voices minden légvétellel hangokat hallok. Suttogások, like kedves mormogások, mint a víz, ahogy folyik a kövek fölött. The wind of the voices enters you as you and Sahela breathe together. It travels down your throat into your belly, a hangok szelep belém, ahogy együtt lélegzünk Sahelával. Lecsorog a torkomon, a hasamba és a szívem köré. Hirtelen jéghideg lesz a vérem, aztán ismét fölmelegszik.
The wind seems to search you for space it can inhabit, but it is expelled with your next outbreath. Megpróbál helyet keresni magának, de kifújom a következő levegővel. Megteltél. You are replete. Már megnyitottad magad nagy adag szósznak. Nincs helyünk rá, nincs hely a fáknak. There is little more to do then. I must go. And so must rendben, you. Így már nem teszünk semmi különöset. Neked is menned kell, és nekem is. De fogadd ezt el. Talán segít az utazásodon. Érezni fogod a hálámat benne, a köszönetemet. I give you something too. Én is adok neked valamit. Egy köszönetet. Fogadd el ezt a dárdát, elpusztítja a gonoszt. Segít neked. You help us more than you know. Többet segítettél nekünk, mint tudnád. És mit fogtok csinálni? We make arrangements. Egyességeket kötünk, és ja nem egyességeket, előkészülünk és utazunk. Valakivel találkoznom kell, aki tud nekünk segíteni, de erről nem mondok többet. De jó szerencsét kívánok neked, és talán újra találkozunk valamikor. Oh yes. Wood to wood, earth to earth. Blood to blood, wood to wood, earth to earth, blood to blood, earth to earth. Macska bőrkesztyű! Majdnem pont ugyanaz, mint a másik, csak fordítva van. A védelme, és telekinézis helyett szíverit ad. Szerintem az őv lesz a legjobb. Ez a delicate belt. És ugyanúgy ad a tolvajlásomhoz. Jó, őt kérem. Zsírek ezek az elfek, nagyon zsírok. Zsírelfek. Rövidítve, zselfek. Utazzatok jól. Remélem betemetitek a gödröt is, amit csináltatok. Yes! Inventory space. Hol van ez a nagyszerű kis öv? Ó, Pulverizer nevű mész. Ami nagyon durva, de kétkezes, úgyhogy van ez. Sajnos ez is kétkezes, szerintem. Vagy lehet, hogy nem. Lehet, hogy csak egy kazas, vagy Geomancert ad kettőt, mérgez. És nagyon sok életerőt lop, és valami élő falat is tud csinálni. Ez nem tűnik rossznak. Kivételesen. Az, hogy a törpöm az ilyen méreg, meg tűz, meg ilyesmi mániás. Jó, ez egy olyan dolog, amit megtartok. Ez meg egy olyan, amit nem. Na! De akkor övezzük fel magunkat ezzel az örömmel, hogy a tolvajlásom nem fog csökkenni. Constitution helyett dodgingolod. Kapok, és még egy hatalmas rakás páncélt. Nagyszerű. Akkor ez bartering, preservance, dodging. Pénább. Bartering, preservance, retribution. Hát úgy tűnik ez az övez nem fog kelleni senkinek. Yep. Gatyút még megnézem. Poison resistance nekem baromira nem kell. Úgy. Kicsit több magic armor. Nem jó vagyok így. Cipő tuti nem kell. A gyűrűt meg ezeket meg majd megnézem. Offline. Neki valamelyik gatyó. Mondjuk szerintem jól jár ezekkel a nadrágokkal. Csak neki már egyébként is hombár mennyiségű magic armorja van. Úgyhogy
úgyhogy nem, neki is jobb a Magic Armor-ja, ugye? 61-39, 65-43, ez mondjuk így jobb. Jep, nadrág csere itt. Lassan mindenkin epic meg unique lesz. Hát igen, a Gears of Doom az sajnos egy staff. Jó, ezt meg meglátom, hogy kell-e valakinek, mert ez nagyon durva gyűrűnek tűnik. Ó, ez viszont egy nagyon béna gyűrűnek tűnik, jaj de jó. Kombináljuk. A béna gyűrűt. A Scrappers pickaxe-el kapok egy aranyrudat, nagyon zsír. Amiből upgrade-elhetek, mert mindenféle jót tudok előállítani. Oké. Okay. Köszi. Cipő. Hát esetleg neki cipő. Egyen jobban sneak-el, nem? Így szoktam nézegetni a dolgokat. Hát ez egy nagyon béna cipő ahhoz képest is, hogy unique. Hagyjál már, leather shoes. Hol van ez? Ez meg magic armort adna még neki. Meg sneakelést. Meg vízellenállást. Hát, talán. Nem. Ő nagyon durván tele van páncéllal. Tulajdonképpen ezekre annyira nincsen szükségem, majd azt a gyűrűt kell megnéznem. Jó! Na és itt van a kis ültetvényem, amit egyfolytában tudok szüretelni, és ez jó vala. Ide akarom elrakni azt a Trumpet Growth-ot, ezt. Egy. És ezen túl ez is nőni fog, és ebből azt hiszem elég tápos dolgokat lehet összegyűjteni. Na és most lehet, hogy egy kicsit respeccelem a karaktert, nézzük. Ja, és persze köszönöm, hogy ezt a részt is néztétek. Norma 69 voltam, tudjátok, minek örülünk mi youtuberek, úgyhogy köszi, és kellemes napot, csőváz!